Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Mi Hazánk mozgalomban fog tovább politizálni a Jobbikból kilépett Wollner János, Fülöp Erik és Apáti István. Ahogy fogalmaztak, tárgyalásokat kezdtek a párttal, mert ők az igazi Jobbikot keresik, egy olyan pártot, amely nem köt elvtelen alkukat. Az Egyenes Beszéd kontrában Rónai Egon mellett Benyó Rita és Pungor András kérdezi Torockai Lászlót. Jó estét kívánok! Jó estét nektek is, kollégák! Az kérdés, hogy aki a Jobbikot elhagyja, megtalálja a saját maga táborát a Mi Hazánk mozgalomban? Tehát Wollner János kicsit bizonytalan mondatainak helyt tud adni? Én azt gondolom, hogy ami Wollner Jánosra, Fülöp Erikre, Apáti Istvánra vonatkozik, szerintem az ő esetükben már nem kérdés. Én úgy látom, hogy ezek a bizonyos tárgyalások ezek elég jól haladnak. Tegnap leültünk az Országház egyik külön termében, és átbeszéltünk mindent. Én úgy érzem, hogy a képviselői csoportunk hamarosan létrejöhet a parlamentben, az Országházban, az Országgyűlésben. Tehát ez azt jelenti, hogy négy parlamenti képviselővel már lehet képviselői csoportot alakítani, ez ugye még nem frakciót ez jelent. Frakció. Az egy nagy kérdés, hogy majd a képviselői csoportnak milyen jogkörei lesznek. Nyilván tárgyalásokat kell majd folytatnunk a többi párttal, hiszen vannak hasonló kezdeményezések, látjuk, hogy átalakult teljesen az ellenzéki paletta. De én úgy érzem, hogy ami rájuk vonatkozik, az már nem annyira nyitott kérdés. Ami a szavazókra, ha már ugye fölvéve a fonalat, az előző beszélgetés fonalát, ami a szavazópolgárokra vonatkozik, éppen azon gondolkodtam, ameddig itt várakoztam és hallgattam az előző beszélgetést, hogy tulajdonképpen a szavazópolgárok kivárnak még velünk kapcsolatban. Én azt tapasztalom, ahogy az utcán megállítanak az emberek, hiszen az elmúlt hónapokban a Mi Hazánk építkezett. Ugye mi úgy építjük fel ezt az új politikai erőt ma Magyarországon, hogy szinte mindannyian, én, mint a párt elnöke, én most is ásotthalomról jöttem, tehát nekünk megvan a főállásunk, én polgármester vagyok, nem úgy építjük föl ezt a pártot, és nem úgy vezetjük ezt a pártot, mint a többiek, akik főállásban ezzel foglalkoznak. Bocsássa meg, de még térjünk egy kicsit vissza erre a Wollner tárgyalásra, hogy ez hogy működik, tehát mit tárgyalnak, mit kérdeznek egymástól, milyen feltételeket szabnak egymásnak, hogy működik, avasson már be ebbe. Természetesen három olyan országgyűlési képviselőről van szó, akikkel én folyamatosan kapcsolatban voltam az elmúlt hónapokban, tehát az elmúlt években is a jelenlegi Jobbik frakcióból ők álltak talán a legközelebb én hozzám is személy szerint. Három olyan kiváló emberről beszélünk, akik a Jobbik szintén legnépszerűbb politikusai voltak. Ugye Tiszavasvári volt nagyon sokáig a Jobbik fővárosa, Fülöp Erik tiszavasvári polgármestere volt korábban, egy fantasztikus ember, egy nagyon, nagyon tehetséges, nagyon sokat tudó ember. Akkor minden és hát például Erikkel arról beszélgettünk, arról kezdtünk tárgyalni, hogy mi lenne az ő szerepük a Mi Hazánkban. Mi lenne Wollner János szerepe például a Mi Hazánkban, aki akár egy operatív stratégiai igazgatóként is megjelenhet akár a pártokban. Akkor nem az, akkor az kérdése volt, hogy felveszik-e őket. Az én részemről nem volt kérdés, de ezt korábban már elmondta a pártigazgatónk Árnyalán János, Novák előtt is elmondta, hogy a két ajánlás, ami szükséges a párttagsághoz, az ő részükről már megvan. Én mind a hármajukat régóta ismerem, azt természetesen egy picit sajnálom, hogy akkor, amikor szinte egyedül Dúró Dórával az oldalamon vívtam a nagy belső csatát Vona Gáborékkal szemben a párton belül, akkor nem álltak mellé, hiszen hogyha akkor akár Wollner János mellé állt volna, és Wollner János is kiállt volna nyíltan, vagy akár Apáti István, vagy Fülöp Erik, akkor csont nélkül. Ezekben szebbre hány estet? Mondta nekik, hogy nem, ha akkor jöttetek volna, most nem, mennyire más? Nem ilyen típus vagyok, csak egyszerűen megállapítom tényként. De most végül is szemre hányás. Nem, ez nem szemre hányás volt. Tényként mondom, hogy ha akkor mellém álltak volna, akkor most egészen más helyzet lenne. Akkor most nem a Jobbik gazdálkodhatna mondjuk 2 milliárd forintból évente, hanem mondjuk a Mi Hazánk, vagy fordítva, akkor mondjuk mi vezethetnénk a Jobbikot, és akkor nem lett volna pártszakadás. Ön az október 23-ai beszédének a fókuszába az árulókat rakta. Nagyon sokakból felmerült már a kérdés, szerintem öntől is, Dúró Dórától is, itt is megkérdeztük többször, hogy amikor önök döntési pozícióban voltak, alelnökök voltak, fontos szerepet töltöttek be, nyilván bent is, vagy kifelé is beszélhettek volna, hogy nézőpont kérdése, hogy önök az árulók, vagy a jobbikosok az árulók?
Hát nézze, én nagyon sokszor elmondtam már, és tényleg jó lenne most már a jövőről beszélni, vagy a legalábbis a jelenről, mint a múltról, de hát én folyamatosan kifelé beszéltem egyébként. Ugye 2017 talán márciusában jelent meg a Magyar Időkben velem egy interjú, amiért engem nyilván komoly támadások értek a Jobbikon belül. Számos alkalommal kibeszéltem, amikor elhatárolódtam Mirkóczki Ádám szóvivőtől a Jobbik alelnökeként, tehát én rengetegszer, talán én voltam az, aki igazán kibeszéltem, de hát nem várható el mindenkitől a párt több ezeres tagságától, hogy előre menjen. Mindenki hát döbbenten nézte. Kérdéseket mindenki vettem. Nézze, az én esetemben alig ha hiszem, hiszen még egyszer mondom, hogy én voltam az, akinek sajnos már az első pillanattól kezdve, hogy én 2016-ban, amikor a Jobbik alelnöke lettem, akkor lettem a Jobbik párt tagja is. Tehát én mindössze 2 évig voltam tag és egyben alelnök is. De az első pillanattól kezdve, 2016 évvégétől kezdve már több nyílt konfliktusom hát volt Vona Gáborral. Akkor miért ezt 2018 májusában tudjuk meg? Nagyon-nagyon-nagyon sokszor elmondtam, sőt, én megírtam ezt egy 8 részes regényben, de nem szeretném a műsoridőt ezzel elvenni, mert szerintem sokkal fontosabb. Amit a jelen. Amit Vita kérdez, ez egy nagyon hosszú azért történet. Fontos, mert az abból a szempontból a jövőről szól, hogy kik azok, akiket magukhoz tudnak csábítani, hogy azokat tudják-e magukhoz csábítani, akik ideig a Jobbikban hittek, és most hirtelen ott állnak, hogy mi történt, tehát a vezetőink nagy része ott hagyta a Jobbikot, akkor idáig mit mondtak nekünk? Tehát ebből a szempontból ez a jövőről is szól. Plusz az előző beszélgetésben elhangzott, hogy a Jobbikból kiszaladtak a radikálisok, és ezek a radikálisok azok nem találhatók már szinte, vagy sehol, vagy a Fidesznél vannak. Akkor kit akar egy magát radikálisnak tartó párt? Soha nem szerettem politológiai értelemben, ezt is ugye mindig elmondtam az elmúlt évek alatt nagyon-nagyon sok esetben, hogy nem szeretem ezeket a skatujákat. Számomra az emberek nem halmazokban élnek, nem matematikai egyenletek, amikor a pártok azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak szavazókat magukhoz csábítani. Ráadásul soha nem beszélünk azokról, az igazán nagy tömegről, akik a bizonytalanok, akiknek nincs pártja, vagy nem volt eddig pártja. Én pont azt tapasztalom egyébként a Mi Hazánk esetében, hogy ők vannak ma már, egyébként ezt számszerűen ki tudtuk mutatni, hogy ők vannak ma már a legtöbben a Mi Hazánkban, mint tagok is. Tehát ők azok, akik igazán most már mögöttünk vannak, de megtanultam a kényszer fideszes szavazó kifejezést is, ugyanis sokan oda jöttek hozzám az utcán, akik azt mondták, hogy ők kényszerből szavaztak például az elmúlt választásokon a Fideszre, most majd ránk fognak szavazni, ugyanakkor, hagyd tegyem hozzá azt, hogy például a devizahitelesek, olyanok, akik banki károsultak, olyanok egyre többen lépnek be, pedig még csak most kezdtünk el végre a saját ügyeinkkel foglalkozni, éppen tegnap egy kilapoltatásról rendőrök hurcoltak el engem is, hiszen egy abszolút törvénytelen, jogtalan kilakoltatást próbáltuk megakadályozni, rávilágítva arra, hogy egy végrehajtó bármit megtehet ma Magyarországon. És például azok az emberek, akik végképp kilátástalannak érzik ma már a helyzetüket, és ők ebből a szempontból szeretnének egy radikális szókimondó pártot, ők is jönnek hozzá. Ez is egy olyan csoport, illetve Závetz Tibor, amit mondott, ugye, hogy a Fideszből csíphetnének le. Mind a kettő olyan csoport, akiknek a NER-rel szemben kellene valamit ajánlani. Ehhez képest mondjuk az ön október 23-ai beszéde, az sokkal inkább szólt még mindig a baloldal ellen, a liberálisok ellen. A kormányhoz összvisz annyi kritikája volt, hogy 30 milliárdot a Makkabi játékokból, amit nem is értek, hogy miért el kell venni. Hát azért kell elvenni egyébként, mert én arról beszéltem, hogy megvizsgáljuk, górcsol alá vesszük a költségvetést, és nem csak ezt az egy tételt, amit az egészségügy, ezt is találtam, de nem csak ezt találtam, hanem több olyan tételt találtunk, amiről majd alkalomattán fogunk nyilván beszélni sajtótájékoztatón, illetve de egy országos aláírásgyűjtési akciót fogunk majd indítani, ahol több kérdés lesz, tehát nem csak ez lesz, mind a költségvetésre fog vonatkozni, és azt fogjuk majd megvizsgálni, hogy mondjuk a mert ugye a cigányokat támogató szociális programok megkurtítását vagy felfüggesztését. Jó, akkor azt csak cigányokat és zsidókat. Azt is mondtam, a zsidó szót ki sem ejtettem. Hát nem, de mindenki érti a Makkabi játékokat, hiszen az a zsidó olimpia. Hát ha most erre fókuszálunk, akkor beszéljünk erről is nyíltan és egyenesen. Ugye 30 milliárd forintot szán a kormány a jövő évben a Makkabi játékokra. Vajon a 10 millió magyar állampolgárból hány állampolgár az, aki remegve,
én azt kérdeztem, hogy Magyarországon a 10 millió magyar állampolgárból hány olyan állampolgár van, aki remegve várja már a Maccabi játékok megkezdését. De bocsánat, hagyd fejezzem be, mert most önök az antiszemitizmus vagy akár a zsidóság irányába vitték el ezt a kérdést, de nem tudom, hogy azzal foglalkoztak-e már, mert ugye én ott nem bontottam ki, de arra jó volt, hogy fölkeltsem a figyelmüket, legalább így tudunk erről beszélni, hogy nem tudom, hogy azt úgy figyelték-e, hogy ezt a 30 milliárd forintot kik és hogyan fogják felhasználni. Hát most annyit tudunk, hogy mégse lesz. Így van, és egy kapavágás nem történt még, igen. Ugye ezt is tudják, és azt is tudják, hogy mondjuk az a Deutsch Tamás, fideszes politikus, méghozzá vezető fideszes politikus is a benne van a pénzfelhasználók között, akinek szintén a testvére. Szintén a testvére is ott van. Tehát én azt gondolom, hogy itt megint csak akár a korrupció melegágy is lehet. Azért fura ez, amit mond, mert mindig, minden beszédükben valamilyen módon érintik a cigányság ügyét, valamilyen... Azt nem mondja, hogy a zsidóságot érintettük, mert biztos, hogy még eddig nem beszéltünk róla, de most jó, hogy beszélünk egyébként most, a Maccabi játékokról, tehát nehogy félreértsék. De a beszédében érintett. Nem, én oda akarok kiukadni, hogy utána meg ránk tolja a felelősséget, hogy miért beszélünk már megint erről. Hát ön beszélt erről. Nem tól, semmiféle felelősséget. Mi csak megkérdeztük, hogy miért beszélt erről. Semmiféle felelősséget. Kiváló lehetőség volt arra, hogy fölhívjam az önök figyelmét arra, hogy mi meg fogjuk vizsgálni a költségvetést. Rengeteg olyan tételt találunk, ahol mondjuk nem a 10 millió magyar ember a legfontosabb, hanem valamiféle érdekcsoport a legfontosabb. Hát a Maccabi játékokkal rengeteg külföldi vendég érkezik, számtalan ország képviseletében itt lesznek sportolók, sportvezetők, vélhetőleg rengeteg turista is, ez hogyha így veszük, nem a nemzet elleni. De azt, tudja, hogy ugyanezeket elmondhatjuk az olimpiával kapcsolatban. Igen, és amit pedig a Momentum, önök, amit viszont a Momentum megfúrt. De ugye, mindegy, önök támogatták. Amit viszont a Momentum megfúrt. Most innentől kezdve, ha nem lesz olimpia, akkor miért kell a Maccabi játékok? De még egyszer mondom, nem csak a Maccabi játékokra fogunk kitérni, hanem számos egyéb olyan pontra fogunk kitérni, és egyébként akár a cigányügyi programok, igen. Tehát erről az első pillanattól kezdve beszéltünk. Nem jól működik Magyarországon. Tehát aki azt gondolja, hogy Farkas Florian vezetésével itt megfelelően használták fel a magyar adófizetők forintjait arra, hogy megoldják a magyar cigány együttérés problémáját, az biztos, hogy mellé beszél. Az a megoldás, biztos, hogy nem mond igazat. A cigányokat segítő programot, amire Novák előd is utalt, vagy az, hogy kijavítani azokat a hibákat, vagy megbüntetni azokat a felelősöket, és végre az ügyészség lépjen valamit abban az ügyben, ami a cigányság pénzeinek elsibolásáról szól. Hát először is nagyon örülnék neki, hogyha az, ami most Simonka Györggyel éppen történik, az általánossá válna az országban, és érinteni akár azokat a cigány vezetőket, akikről most beszélünk, akiknek a kezek között eltűntek ezek a nagyon súlyos milliók, vagy az akár százmilliók. Úgyhogy mindenféle, erről is majd beszéltünk, úgyhogy mindenféle látszat nélkül tűntek el ezek a hatalmas pénzek, a magyar adófizetők pénzei. Egyébként pedig én nem vagyok a diszkriminációnak híve, sem a pozitív, sem a negatív diszkriminációnak nem vagyok híve. Nem hiszek a pozitív diszkriminációban, nem hiszek abban, hogyha sok százmillió forintot a magyar adófizetők pénzéből ilyen különböző cigányprogramokra fogunk fordítani, attól jobb lesz a magyar cigány együttélés helyzete. Szerintem egészen máshogy kellene ehhez a problémához hozzányúlni, például úgy, hogy a valódi bűnösöket megbüntetni, kiemelni akár a szubkultúrából azokat, akik, erről sokszor beszéltem már, akik a bűnözést, a bűnözői életmódot azt valamilyen modellként állítják, nagyon súlyosan, kőkeményen megbüntetni de őket, ez akkor akár Szibériába elküldeni őket. Na, felvenni a kapcsolatot Putyinnal, hogy nyisson egy tábort Szibériában, a Magyarországról deportáltak fel. Hát hogyha Belgium fölvehette ugyanezzel a céllal a kapcsolatot Hollandiával, mi is fölvehetjük Oroszországgal. Nem gondolom, hogy elképesztő, amit mond? Nem, egyáltalán nem gondolom. Van egyébként erre óriási igény. Én azt látom, a magyar történelmi kerültek már. Én azt látom, hogy én bűnözőkről beszélek. Én nem ártatlan magyar emberekről beszélek, hanem én bűnözőkről beszélek. Akik azért ettől még emberek. De egyébként nézze, óriási igény van erre. Ásotthalmon ugye kipróbáltam, ott most bevezettem a virtuális kalodát, és ugye kiplakátoltam. Vagy nem tudom. Nem, mert ugye a kalodában nem zárom be a bűnözőket, de például azt az embert, aki ugye cementet lopott az óvodából, amit most éppen felújítunk. Őt ugye az, hogy ő mit tett és ki is ő, azt ugye kiplakátolt a másodalmon, és képzelje el, hogy eredményes, és mondjuk 10 emberből 9-nek tetszett társadalmon, az ember
embereknek, az a véleménye, az emberek többségének, az a véleménye, hogy ne a bűnözőknek legyenek jogai Magyarországon, hanem a törvénytisztelő, tisztességes magyar állampolgárokat védjük meg a bűnözőktől, a bűnözői bandáktól. Függetlenül egyébként attól, hogy milyen a bőre színe, csak itt inkább azt tapasztaltuk meg, hogy ők valamilyen kisebbséghez tartoznak, akkor ilyen egyfajta pozitív diszkrimináció. Van egy másik réteg a politikusok, akit önök említenek is, hogy a politikus bűnözést meg kell fékezni. Hogy nem tudom, hogy önnek láthatjuk-e a vagyonnyilatkozatát, láthatjuk-e azt, hogy mennyit keres, láthatjuk-e ezt, hogy milyen támogatást fogad el, de nyilvánosan. Abszolút. Nem tudom, abszolút. Hogy... Sőt, hagyj hívjam meg önöket nagy szeretettel ásotthalomra a tanyámba, ahol most élek, hagyj mutassam azt be, és akár de kamerával jöjjön el az ATV, szeretném mutatni, hogy hogyan élek. Tehát a politikusok általában bevallásokat készítenek és bemutatják, interneten közzéteszik. Nyilvános. Nézze, senkit nem világítottak át annyira az elmúlt években, mint engem. Képzeljék el, amikor a Jobbik alelnöke voltam, és egyszerre jelent meg nálam a pesti srácok néhány oknyomozó újságírója, nyilván a kormány oldal részéről hátra találnak valamit az ásotthalmi önkormányzatnál, valami kis korrupciós ügyet, és még el sem mentek, már jött a Magyar Narancs újságírója, mert ugye elmondtam, hogy a Soros Egyetem ügyében nekem külön állásponton volt a Jobbik többi vezetőjével kapcsolatban, ott a kormánnyal tudtam éppen egyetérteni, és akkor megjött a Magyar Narancs újságírója, hogy akkor ő is nyomozza egy kicsit a bal liberális oldalon. Tehát mindenki átvilágított, úgyhogy teljesen transzparens vagyok, és jöjjenek hozzám, és nézzék meg, hogy hogyan élek, és hol lakok. Arattak egy nagy sikert. Az első politikai sikere a Mi Hazánk mozgalomnak. Megakadályozták, hogy Budapesten Nelson Mandeláról teret nevezzenek el. Mi bajuk van Nelson Mandelával? Azt gondolom egyébként, hogy az első politikai, igazán nagy politikai sikerünk az abból lesz, amit tegnap indítottunk el, amikor 50 rendőrt hívtak hármunkra. Ugye hárman voltunk ott, megalakítottuk a Mi Hazánk mozgalom Búvár Kund akciócsoportját, amelyel a kilakoltatások ellen próbálunk felépni. És azt már látom, ugye ma is folytattuk a nyomozásunkat, hogy a végrehajtó valószínűleg még okirathamisítást is elkövetett. Nelson Mandelával? Nelson Mandelával az a bajom, kérdésre is fogok válaszolni, Nelson Mandelával az a bajom, hogy kommunista volt, sőt nem csak akármilyen kommunista volt, megkérdeztem, hogy most miért mosolyog, mert hogy ez tény, sőt olyannyira, hogy dél-afrikai búr szervezettől kértem információkat, tanácsokat, ők küldték el ezeket a bizonyítékokat. A dél-afrikai kommunista párt oldalán a vezetőik, tehát a vezető testület tagjaként van most is föltüntetve, tehát ez ennyire tény, amit most mondtam. Kommunista volt Nelson Mandela, azt gondolom, hogy kommunistákról ne nevezzenek el Magyarországon utcákat, tereket. Kettő, Nelson Mandela egy olyan rendszert hozott létre, egy olyan rendszert működtet, az ő örökség, az ő politikai öröksége, ahol súlyos diszkrimináció éri a dél-afrikai fehéreket, a búrokat, az angolok leszármazottak. Most finomabban fogalmaz, az október 23-ai beszédében fehér gyűlölőnek nevezte. Így van, abszolút fehér gyűlölő rendszer van Dél-Afrikában. Akkor már előbb ide... hogy írná le? Amelyik ellen küzdött Nelson Mandela? Az apartheid az mindenféleképpen egy olyan rendszer volt, amely megkülönböztette a bőre színe alapján az embereket. Nem volt fekete gyűrölő ilyen alapon? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy az milyen volt az a rendszer. Azt gondolom, hogy annak is voltak olyan pillanatai, amikor lehetett rasszistának nevezni, de ettől függetlenül az is tény, hogy Dél-Afrika gazdaságilag, közbiztonságilag és egy csomó szempontból jobb helyzetben volt egyébként az apartheid idején. Nem azt mondom, hogy ez egy jó rendszer volt, de a mostani az a lehető legrosszabb irányba vezet. Ezzel ellen küzdött a Mandela, nem volt kommunista, hanem nem volt a kommunista párt tagja sem, és Nelson Mandela az létrehozott a Nelson Mandela időszakában. De bocsánat, a dél-afrikai kommunista párt oldalán jelenleg is tisztségviselőként van feltüntetve. Hát tulajdonképpen ez egy vizes pohár, ön szerint meg valószínűleg kólás pohár, tehát akkor ezzel nem jutunk előrébb. Tehát akkor... De az internet az nagy segítség. Tehát hogyha fölmennek, ott a Facebook posztomnál, bárki legalább a nézőknek segítsünk, hogy eldöntsék, hogy melyikünknek van igaza, de hogyha fölmennek a Facebook posztomat, megnézik ezzel kapcsolatban, visszapörgetik az időkerekét, akkor látni fogják, hogy ott vannak a belinkelt források, hivatkozások. Tényleg hoznak traktorokat Budapestre? Ezt egyszer már Demszky Gábor különböző táblákkal megakadályozta.
15 évvel ezelőtt. Nagyon aljas húzás volt Demszky Gábortól, és hogyha a kutakkal kapcsolatban valóban a kormány kitart a mellett az álláspontja mellett, még akkor is, hogy egyébként a türelmi időt most megint két évvel kitolják, és azt fogják mondani, hogy akinek furt kút van a kertjében, azt egyrészt arra kötelezik, hogy kb. 100 ezer forintért engedélyeztesse, még akkor is, hogyha 30 éve vagy akár még a nagyapja furta azt a kutat, illetve hogyha fenntartják azt az elképzelést, amit sajnos Áder János köztársasági elnök megfúrt, pedig korábban már sikerült eredményt elérnünk, illetve személy szerint onnan ásotthalomra eredményt kicsikarnom a kormánynál, azonban azt Áder János köztársasági elnök megfúrta, akkor ez annyit jelent, hogy igen, szójáték volt, akkor ez annyit jelent, hogy Magyarországon magyar emberek, és kifejezetten olyan emberek, akik egyébként nem gazdaságban élnek, magyar emberek tízezrei kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem lesz hol lakniuk. Egyébként én is közéjük tartozom, tehát nálam is furtkút van, akik tanyákon élnek, ugye azokat arra fogják kötelezni, hogy vizsgáltassák be, de nem csak a kutat kell engedélyeztetni, hanem az eljárás keretén belül meg kell vizsgálni a vízminőségét. Ma Magyarországon a vízminősége szinte sehol nem felel meg, arzén van benne, vastartalom van benne, stb. És onnantól kezdve be kell majd temettetni saját költségén azoknak az embereknek, akik például tanyákon, vidéken élnek, ahol nincsen vezetékes víz, és onnantól kezdve nem tudunk nyilván a házainkban majd lakni, tehát hajléktalanná fog válni 100-200-300 ezer ember rögtön Magyarországon, tehát abban az esetben felmegyünk, vagy feljövünk traktorokkal Budapestre. Nézze meg ezt a mai beszélgetést, csak önt idéztük, meg az önök ügyeit idéztük, és előkerült a cigányság, a zsidóság, a feketék, a kommunisták. Nem mi hozzuk ezeket a témákat, ön tálalja elénk. De kell róla beszélni, tehát Nelson Mandeláról ne legyen Magyarországon közterülete. Nem lesz. Rita, egy mondatod van még? Igen. De az utolsó. Jó, csak egy fideszes politikust kérdeztek többeket a Népszava arról, hogy van-e közük az önök mozgalmához, illetve a Jobbik bomlásához, és úgy fogalmazott, hogy most csak az történik, hogy azok a nácik, akik rájöttek, hogy nem lehetnek nyíltan nácik, összevesztek azokkal, akik továbbra is nyíltan nácik ezt szeretnének maradni. Hát egy ismeretlen kormánytaktól, aki a Népszavának nyilatkozott. Soha nem voltam náci, nem vagyok náci, és nem leszek náci. Köszönjük, hogy eljött Benyó Ritának és Pungor Andrásnak, köszönöm szépen, hogy partnereim voltak ebben a beszélgetésben. Jön a Jakubcsek Plusz pillanatokon belül, úgyhogy kérdezem is Gabit, hogy mi lesz a mai műsorban. Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Az első kérdésünk rögtön az lesz, hogy van-e a nőknél élet a 40-en túl a munkavilágában, a második témánkban pedig lasszóval keresik a gyakornokokat, nekik se könnyű. Várom önöket 8 óra 30 perckor. Ebből az következik, hogy se a fiatalnak, se az idősebbnek nem könnyű. Senkinek nem könnyű. Szép estét kívánok, viszontlátásra!